És ugye ahogy utaltál is arra, hogy még gyerekkorodból emlékszel, hogy milyen volt a régi Budőrs, azt mi fájlaljuk, hogy az elveszett, de nyilván ezen már a szelet, a vissza csinálni már a, a szellemet mert a palackban már nehéz, de az, hogy az élhetőségét megőrizni vagy javítani a városnak, azt mindenképpen kellene. Ez egy jelenlegi városvezetéssel nem elképzelhető, mert ő üzemelteti a város, és nincs koncepció arra, hogy hogyan is miként kéne például a turizmusra foglalkozni, miként kéne a közlekedés belül megváltoztatni. Én azt látom hogy egyébként a választóketi elnökként a környező településekre is van lálátásom, és ismerem az ottani polgármestereket, hogy hogy micsoda különbség van a két nézet között. Az egyik egy, egy pénzbevételétől és üzemeltetése fókuszáló, a másik pedig jövőképpel vízióval rendelkező, településnek a javát, fejlődését akaró, előmozdító nézőpont.